A 17. kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzat folytatva a több mint két évtizedre visszanyúló hagyományait, idén is pünkösdi szentmisére várta a híveket a Szent Kereszt felmagasztalása templomba. A szlovák nyelvű misét Balik Béla plébániai kormányzó celebrálta, majd pedig több vendégkórus részvételével kulturális műsorral készültek a szervezők. Az esemény keretében dalokat adott elő Gyurcsányszki Panna és Gyurcsányszki Luca, a Dabassáriból érkező Rozmarink hagyományőrző néptalkör, a Pilis Csabai Novi Cantores kórus és a Keresztúri szlovák asszonykórus. Papné Polerecki Rozália, 17. kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, fontosnak tartják, hogy a népcsoportjukhoz kötődő tradíciókat megőrizzék és továbbadják a jövő generációinak. Nagyon fontos, hogy ezt a 300 évvel ezelőtt idehozott szlovák nyelvet, a gyökereinket, az akkor tanult, vagy akkortól hozott énekeket, akkortól tanult szokásokat megőrizzük, és hogyha nem is lesz élő ez a dolog a későbbiekben, de az utódoknak fontos tudni, hogy honnan jöttünk, hogy mit éltünk meg ez alatt a 300 év alatt, és tulajdonképpen az embernek nincsen élete gyökerek nélkül. Muszáj tudnunk a gyökereinket, muszáj tudnunk, hogy honnan származunk, és muszáj ezeket a több generáción keresztül megőrzött dalokat, szokásokat megőrizni, továbbadni, tovább tanítani, tovább vinni a későbbi generációknak. A Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepét a szlovák nemzetiségi nyelvű vallásgyakorlás folytonosságának fenntartása érdekében ugyanezen a helyszínen a jövőben is megrendezik majd.